Az altisztképzés 150 éves évfordulója alkalmából megrendezett vetélkedőn mérették meg magukat azok a Honvéd Kadét programban résztvevő növendékek, akik az elődöntőbe küldött pályaműveik alapján sikeresen bekerültek a Stefánia Palota Honvéd Kulturális Központban megrendezett döntőbe. Az eseményt Szilágyi György ezredes, az Altiszti Akadémia oktatási parancsnok helyettese nyitotta meg. Nagyon sok iskola vett részt a versenyben, de csak kevesen jutottak be, az a 20 csapat, aki itt van. Adjátok meg egymásnak az esélyt, hogy minden csapat jól teljesítse. A vetélkedőben a kadétok olyan feladatokat kaptak, amelyeken keresztül jobban megismerhetik a honvédelmet, a különböző állománycsoportok feladatrendszerét, valamint betekintést nyerhettek azokba a kompetenciákba, amelyekkel egy altisztnek rendelkeznie kell. A növendékek egyebek mellett figyelmet és gyors reakcióidőt igénylő kvízen és vándorkiállításon mérették meg magukat, de a sikerhez a fizikai felkészültségükre is szükség volt. Szabó Csenge, a debreceni Kratokvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium 11-es növendéke elmondta, örül, hogy csapatával bekerültek a döntőbe, ugyanis sok munkát fektettek a pályaművek elkészítésébe. Az Altiszti Akadémia 150 éves, és ennek az apropójából van most ez a verseny, és ez segített nekünk, hogy megismerjük az Altiszti Akadémiát, kicsit utána kellett ugye néznünk, meg az iskolába adtak nekünk előadást erről, hogy mi is, mit is tanulhatunk innen, és ez kadétként szerintem nagyon előnyös, hiszen segít, hogy tudjuk, hogy merre megyünk tovább ezután. Rajnai Marcell, első éves növendék, a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Csepeli Weisz Manfréd Technikumából érkezett. Unokatestvére katona, ezért döntött úgy, hogy honvéd kadétnak áll. A jövőben ő is szeretne a Magyar Honvédségben szolgálni. Vonzott engem ez a katonai pálya, mind a kihívások, mint pedig az, hogy eljuthatok olyan területekre is így a honvédséggel, ahova civil ember nem nagyon juthat be. Akár egy gyakorlat, akár egy honvédelmi nap keretein belül. Az esemény végén Kaszab Zoltán főtörzászlós, a Magyar Honvédség vezénylőzászlósa díjakat adott át a kadétoknak.